Na, hello, sztok! Ma egy érdekes programot fog bemutatni nektek, aminek a címe Duke Nukem 3D, és ez pedig az Atomic verziója, amit nem sokkal az eredeti játék után adtak ki. Ez a verzió tartalmaz még egy negyedik epizódot is, de azt most nem fogom bemutatni, én csak az eredeti fegyvereket, mutánsokat és hát pályákat szeretném most nektek megmutatni. Na, akkor kezdjünk is bele, és nézzük, hogy milyen fantasztikus volt ez a játék régen. Let's rock! Damn, those aliens bastards are gonna pay for shooting up my ride. Na, hát ilyen volt a játék, eléggé brutál. Története a játéknak eléggé egyszerű. Ott kezdődik, ahol a második rész félbe szakadt, ugye Duke lenyomta a szörnyeket, és éppen hazafelé tartott, amikor is rájön, hogy már a földet is ellepték ezek a szörnyek. Itt a tűzben már megégsz, hogyha belemész, nem úgy, mint a Terminátoros játéknál, ugye? Na és hát nézzük, hogy milyen érdekességek voltak ebben a játékban. Volt egy ilyen hologyuke, ez nagyon tetszett nekem régen. Ez ilyen svaris hologramos cucc, ugye a Schwarzenegger használta a Marson egy filmben. És van egy ilyen jetpack is, amivel lehet repülni a pályákon, hát ez is nagyon tetszett régen, ugye ez is egy újítás volt. Szörnyek néha könyörögnek az életükért, nagyon sok fajta fegyver volt ebben a játékban. Hát ugye akkoriban nagyon sok ilyen 2,5 dimenziós FPS kijött, ezek ilyen FPS szörnyszülöttek voltak anno. És ez még egy olyan határeset volt szerintem. Ugye ezután nem sokkal kijött a Quake, ami sokkal jobb volt. Hát a grafikát, hogyha ugye nézzük. Egyébként nekem a Quake 1 ez nagyon nem tetszett, de majd arról is fog készülni egy bemutató. Már gyűjtöttem pár videóanyagot hozzá. Na és itt voltak ilyenek is, nézzétek, hogy kamerákat lehetett sasolni, különböző helyeken voltak felszerelve, ezek nagyon tetszettek. Itt például látszik, hogy a WC-ben ott bujkálnak az ellenfelek. Na majd látjátok, hogy a WC-ben a szörnyeket is le fogjuk rendezni. Hogyha beleléptél, nézzétek, a vérbe, akkor a cipőnyomaid ott voltak a padlón, hogy húztad magad után. És ez volt a legnagyobb durranás, a tükör, nézzétek, ott az egyik szörnyszülött. Mandinerből ki lehetett volna lőni, hogyha van olyan fegyverem. És itt látod a tükörképet, ez az akkoriban nagy durranás voltam. Ez régen embereknek nagyon tetszett, erről ódákat zengtek az újságok, hogy saját magukat lőtték a tükörbe, stb. Hát nem tudom, azért szerintem elég egyértelmű, hogy ez a Duke volt. Aztán itt ugye lehet könnyíteni magadon a WC-ben, ez is nagy poén volt. Az egyik WC-ben például egy szörny könnyített magán. Hát tele volt ez a játék mindenféle easter egg-ekkel. Ugye ez hasonló volt a Shadow Warrior, aminek a legújabb részét nemrég szedtem, azt még nem láttam. De a régi FPS verzióját már leteszteltük. Hát itt is van egy ilyen easter egg, mint látjátok az Alienből ugye egy ilyen áldozat. Hát vannak ilyen poénok. Aztán van egy arcade része is, ez még mindig csak az első pálya. Csak itt az első pályán megmutatom azokat a poénokat, amikre rátaláltam. Ugye itt van egy arcade, és itt játszhatunk saját játékunkkal, de a Duke az megjegyzi, hogy ő neki erre nincsen ideje, hogy saját magával játszon. Hát ugye angolul is van ez a poén, hogy ugye saját magaddal játszol, az ugye hát egyértelmű, hogy mire vonatkozik. Tehát ilyen poénokat beleraktak a játékba, hallgassátok. Don't have time to play with myself. Poén, nem? Na, és ugye itt vannak azok a disznók, amik Amalának nem jöttek be, de én nekem azért tetszettek, mert látjátok, ott a sötétbe pirosan látod a szemüket. Kicsit ilyen Terminátoros feeling volt nekem. Ez régen. Te egy trükkel lehet ide bejönni a mozivászon mögé. Vagy ha van rakétavetőd, akkor ki lehet lőni a mozivásznak. És ilyen epikusan van vége a pályáknak is, így bele kell csapni ebbe a robbanó töltetbe. Végén kapsz egy ilyen összesítést,
milyen frankó volt, tehát túl sok secretet ugye nem találtunk, pedig van rengeteg, de hát nem volt kedvem ott röpködni a pályán, gondolom jetpackkel lehet megtalálni a felét. Na, a fegyverekről pedig hát eléggé sok van, ugye, mint említettem. Vannak ötletesek is, vannak unalmasak is, vannak együgyűek is. Tehát mindenki megtalálja magának valót. Ez valami könyvesbolt lehet. Itt is ott látjátok, hogy ott vagyunk a kamerán. Tehát tele volt poénnal, nekem nagyon tetszett régen. Hát legalábbis a Doom után ez nekem eléggé nagy felfrissülés volt. Ugye említettem a Quake-et. Azt ezután adták ki, de az nekem annyira nem tetszett, persze az már full 3D volt, de mi annyira hozzászoktunk ezekhez a, hát zárjába téve szépen kidolgozott, ugyanakkor igaz pixeles ellenfelekhez, hogy a Quake után egy kicsit ilyen kockaháborúnak tűnt. Itt is lehetett könnyíteni a gépen, tehát hogyha gyenge géped volt, akkor kisebb ablakba játszottál, és akkor nem kellett hozzá nagy teljesítmény a gép. Duke Nukem must die. Akkor volt ilyen fegyver is, ami összezsugorította. Hát igen, 1996-os ugye a játék, két borítót találtam, a felső az a PC-s volt, az alsó pedig a PlayStation-esnek a változata. Na nézzétek, ez is buli volt, ez a pipe bomba. Amiből többet is lehetett egyébként dobálni, tehát hogyha beírtad mondjuk a cheat kódot, sok ilyen bombát adtál magadnak, akkor az egész város körbe bombázhattad, és akkor egyszerre fölrobbanthattad az egészet. Aztán volt ilyen falra szerelhető lézeres bomba is, ez is nagy poén volt. Tehát gondolom a fele fegyverarzenál az multiplayeren lehetett nagy buli, amikor egymás ellen játszol, és ide leraksz egy bombát, oda leraksz egy bombát. Másikat meg távolról nézve szétrobbantod. Van egy rakétavető. Tehát nem voltak unalmas pályáknál az igazság. Ez a Duke meg a Shadow Warrior nekem nagyon tetszett annó. Na és itt ezen a grafikán látjátok, itt kétfajta verzió volt nekem meg a Duke-nak. Az egyik verzióban volt egy pár elszévelt állás, amit fel tudtam használni ez a videóhoz. Amit látjátok, itt a grafika már egy picit gagyibb. Ez a vége változata a Duke-nak, a másik az az S-vége változata volt. Hát látjátok a különbséget, azért nagy különbség van kettő között. De mint említettem, ebben a változatban találtam egy-két mentést, amit föl tudtam itt használni. Vannak ilyen víz alatti szörnyek. Kiadtak egy Nukit változatot, ahol volt körülbelül 300 pálya, de ebben az volt a pálya, hogy magadnak tervezhettél pályákat és azon rohangálhattál. Ötletes pályák voltak, nézzétek, itt össze lehet magadat zsugorítani. Így kell átmenni egyik helyről a másikra. Na, úgyhogy szerintem ez még most is poén, hogyha kedvet kaptatok a játékhoz, vagy még nem próbáltátok esetleg ki, akkor adjatok neki egy próbát, szerintem jól el lehet vele ökörködni. És akinek például tetszik a Shadow Warrior, ha ennek is adsz egy próbát, biztos, hogy ez is tetszeni fog egy idő után. Na, hát itt látjátok a térképet, végre valahára teljes méretben láthatjuk. Itt egy fő ellenfeles összecsapást láttok. Igen, ez a Bowserre hasonlító szörny. Ez nem egy egyszerű eset volt. Itt pedig lehetett egy kicsit poénból biliárdozni, hát igaz, ez ugye nem igazi biliárd, de el lehetett rakni a golyókat. Persze nem szabályszerű a játék. De azért poén volt, na hát ilyen poénokkal tele volt a játék. Pedig egy striptease bárban járunk, persze durva jelenetek nem voltak a játékban.
Ezért voltak érdekességek. Például itt ugye lehet fizetni a csajoknak, és akkor így rázzák magukat. You wanna dance? Hát ugye, amikor mi voltunk tinik, akkor ez azért nagy szám volt, tehát akkor még nem volt ez az internetes szabadság. Egy-két haveromnak ezektől eléggé bepárásodott a szemüvege. Na, úgyhogy körülbelül ennyi, srácok. Legközelebb majd egy másik programot fogok bemutatni nektek. Remélem tetszett a videó. Sziasztok!